Vértesi erdő ZRT területén a Császári Egresi réten folytatódott az idei Stihl országos fakitermelő bajnokság május 13-án szombaton. A második regionális megmérettetésre ezúttal 16 csapat adta bejelentkezését. A tét az idei évben is nagy volt, hiszen a 6 legügyesebb csapat ott lehet a szeptember 2-ára Soponyára meghirdetett döntőn. A versenyt végül a TAEG ZRT által támogatott Hanyi Hódok csapata nyerte meg. Hibátlanul csináltuk a versenyszámot. Gyakorolni mindig kell, hogy összeszokjon a csapat. Van egy új csapattagunk, és ő még nem nincs ebben annyira a dolgokba, de próbálunk gyakorolni. Nehéz összehozni, de azért rajta vagyunk a dolgon. A döntőre, hát mind a tavalyi, szeretnénk belejutni az első 8-ba a bajnokok bajnokára. Idén az egyenes kieséses bajnokok bajnoka Stihl fakitermelő verseny május 20-án rendezik meg Szegeden, amely rendkívül izgalmasnak ígérkezik. A Hanyi Hódoknak különösen nagy kihívás lesz a délalföldi megmérettetés. Ott a nyárfa lesz, hát az nem tudjuk milyen, az újdonság lesz nekünk, de hát majd mindent beleadunk. Hát a hansági részen nyárfa van, mi a tanulmányi erdőgazdaságnál dolgozunk, ezután is szeretném megköszönni a támogatást a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaságnak. Ők biztosítottak faanyagot, cserfa van ott, a hansági részen nyárfa van, 1-2 darab rönköt sikerült szereznünk, hát amennyire tudunk, adon gyakorlunk. A második vértesi fakitermelő kupa alkalmával külön díjakat is osztottak a szervezők. A győztes Hanyi Hódok csapatából Horváth Csaba volt a legidősebb, míg az utolsó helyen végzett Szákszenti favágók gárdájából Takácsáron a legfiatalabb versenyző Császáron. A tavalyi évben jártam először ilyen versenyen itt Császáron. A bíró Tibor kérte, vagy szólta nekünk, hogy ha össze tudunk szedni egy csapatot, akkor indulhatnánk ezen a versenyen. Ugye tavaly volt itt az első, és akkor mi benne voltunk, eljöttünk, megpróbáltuk. Mi is büszkék vagyunk erre, hogy az országban rengeteg favágó csapat van, és mi kiállunk ilyen versenyre. A jövőben majd még gyakorlunk, gyurunk rá, és reméljük, hogy akkor helyezések is úgy alakulnak, ahogy mi szeretnénk. Azt már megszokhattuk, hogy egyre több hölgy tűnik fel a regionális versenyeken, sőt az országos döntőben is. Ebben a fordulóban 3 olyan csapat is akadt, amelyben női favágók álltak rajthoz. Őket a szervezők is külön köszöntötték. Török Tíme a Soproni Egyetem erdőmérnöki kar, Cirók Bianca Boglárka a Szombathelyi Erdészeti ZRT, Veres Boglárka pedig a Szilvánusz 2001 Kft. Színeiben ragadott motorfűrészt. A Stihl fakitermelő bajnokság második fordulóján az Alba Berkenye Kft. Vértesi Erdő ZRT Csákvári Erdészet végzett a második helyen, harmadik a Szombathelyi Erdészeti ZRT tapasztalt négyese lett. Negyedikként a Pilisi Parkerdő ZRT Ráckeve 1-es, ötödikként pedig holtversenyben a Pilisi Parkerdő ZRT Ráckeve 2-es és a Somogyi Fa csapata jutott be az országos döntőbe. A Stihl országos fakitermelő bajnokság következő fordulóját május 27-én Keszegen rendezik meg, majd június 9-én pénteken Tamásiban zúgnak fel a motorfűrészek. Az utolsó regionális forduló Bükzsércen lesz augusztus 26-án, a döntőt pedig szeptember 2-án a Soponyai Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon rendezik meg.